Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. A megszokások és a rohanó élet gyakran eltompítják érzékszerveinket, és kevésbé tudjuk tudatosan észlelni vagy megélni, ami körülöttünk van. Hogy miért van ez így, és mit tehetünk ellene, arról a magyar származású tudós, a kanadai Manitoba Egyetem vendégkutatója, a Matthias Corvinus Kollégium vezetőképző akadémiájának programtanácsadója, dr. Csepregi Gábor lát el minket hasznos információkkal és tanácsokkal. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm. A Matthias Corvinus Kollégium Békés Csaba intézményében tart előadást a jelenlét fontosságáról. A beszélgetésünkben először egy kicsit azt járjuk körül, hogy mi okozza a társadalmunkban most ezt a problémát, a jelenlét problémáját. Hát az a probléma, hogy nagyon sietünk az életünkben, nem tudunk megállni, gondokkal küszködünk, megszokott az életünk, rohanunk ide-oda, egy rutinná válik az életünk, szóval a gyorsaság és a rutinnak a jelenléte az életünkben azt eredményezi, hogy nem figyelünk oda a jelenlévő tárgyakra és a jelenlévő emberekre. Tehát az, hogy a jelenbe tudjunk maradni, és a jelenlét, valaminek a jelenlétét érzékeljük, ahhoz tényleg oda kell figyelnünk, meg kell állnunk, a részleteit a dolgoknak megvizsgálni, egy kicsit mélyebben behatolni a környezetünkbe, mi az értelme ennek a jelenségnek, ennek a tárgynak, miből épül föl, honnan jön, mit akarnak az emberek, mi a történetük, mi a vágyuk. Tehát egy nagyobb figyelmet kíván, és a mai modern élet ez nem nagyon teszi lehetővé. Nagyon sok helyen megfordul a világban. Ugye Magyarországról származik, viszont már évtizedek óta Kanadában él. Ez mindenhol probléma, ez a felgyorsult életvitel? Mit tapasztal? Én úgy érzem, hogy mindenhol, lehet, hogy a világnak vannak olyan pontjai, ahol az emberek úgy túl tudnak ezen lépni. Például gondolok, egy Franciaországban vannak kolostorok, vagy Olaszországban, és gondolom talán Magyarországon. Egy kolostori élet talán ezt lehetővé teszi, vagy kisebb közösségekben, kisebb falvakban, ahol az élet lerassul. De mivel a magyar lakosság legnagyobb számban városokban él, a világban az emberek általában városokban élnek, ott szükségszerűen felgyorsul az élet, és ezt az életmódot eredményezi. Ahhoz viszont, hogy gördülékenyen menjenek a mindennapok, szükségünk van egy valamilyen rutinra, ami biztonságot ad, és már a gyerekeket is úgy neveljük, hogy tudják, hogy miután mi következik, ugye ez ad nekik biztonságot. Viszont a kutatása szerint ebben vannak bizonyos buktatók. Igen, hát szóval a rutina természetesen szükséges, főleg azért, mert rengeteg impresszió és benyomás él minket, tehát a rutin megengedi azt, hogy a célra fókuszáljunk, összpontosítsunk, és akkor tényleg el tudjuk végezni a dolgunkat, a munkákat. De viszont mindig meg kell találni a mindennapban azt a pontot, azt az időpontot és azt a helyet, ahol meg tudunk állni, legyen az reggel, legyen az délben, legyen délután vagy este, és egy kicsit elgondolkozunk, mi is történik körülöttünk. Ez nem sok időt vesz igénybe, ez lehet egy pár perc, lehet egy fél óra, lehet egy beszélgetés alatt is, de el vagyunk foglalva mindenféle gondokkal, és még itt említeném meg egy jelenséget, ami bizonyára mindenki észlel, az, hogy a mobiltelefonoknak a jelenléte is elveszi a figyelmünket. Tehát az ember felül a villamosra, vagy végigmegy az utcán, és mindenkit azokkal az emberekkel találja szembe magát az ember, akinek egy mobiltelefon van a kezébe, és a mobiltelefonok nagyon sok információt adnak az embernek, tehát az is egy figyelmem elvonó eszköz, és attól is meg kell szabadulnunk bizonyos időkben és bizonyos szakokban a mindennapi életben. Igen, nagyon érdekes. Például vannak már erre olyan applikációk, amik azt mérik, hogy mennyi időt töltünk a képernyő előtt, akár a telefonunk előtt, és egészen megdöbbentő. Hát én gondolom, hogy egy fiatal ma körülbelül 3,5-4 órát tölt a mobiltelefonja előtt. Lehet, hogy többet.
Hát azt is figyelembe veszük, hogy azért étkezés is van, alvás is van, meg más dolgokkal is kell foglalkozni. A szabadidőnek a legnagyobb részét a mobiltelefonok uralják. Az előadásában kitér az érzékszervek betompulására. Ez mit akar pontosan? Ugye olvastam, ahogy készültem, hogy betompulnak az érzékszervek, és nem veszünk annyira tudomást ezekről a körülöttünk lévő dolgokról, olyan, mint mondjuk egy csípős étel, amihez hozzá tudunk szokni, vagy egy nehéz súly, amit minél többször fölemelünk, hozzászokik a szervezetünk. De ugyanez lelki síkon hogyan tapasztalható? Hát úgy tapasztalható, hogy átsiklunk a dolgokon, és nem értékeljük azokat a mindennapi jelenségeket, melyeknek súlyuk van, például egy finom kávé, vagy egy szép virág, ami az asztalon van, vagy egy kisgyermeknek a mosolya, vagy egy fa, amit látunk az utcán, vagy egy szép ház, és annak a részletei. Tehát az érzékszerveink ezeket már föl se fogják, és ez egy ilyen tompuláshoz vezet. Természetesen tudunk haladni az életbe, meg tudunk oldani bizonyos dolgokat, de a részletekre például már nem figyelünk oda. És nem figyelünk oda, hogy mégis ezek a dolgok, ezek a mindennapi dolgok mit jelentenek az életünkben. És csak egy példát mondok, hogyha megnézünk egy fényképet, és észreveszünk, hogy a szüleink milyen szépek voltak, de amikor kicsi gyermekek voltak, vagy fiatalok voltunk, akkor mi ezeket a dolgokat észre se vettük. Tehát csak később, egy ilyen későbbi élet folyamán, a későbbi évek folyamán veszük észre, amit azokban az időkben, azokban a percekben, napokban, órákban elmulasztottunk. Tehát ki kell dolgoznunk magunkba a megfigyelésnek a képességét, lassabban megfigyelni dolgokat. Úgy, ahogy mikor például, ha lehetőségünk van, elmegyünk egy múzeumba, és a képeknek a részleteit látjuk. Ugyanezt a dolgot meg tudjuk csinálni a lakásunkban, a munkahelyünkön, az utcákon, a tereken, még a villamoson is, és ezt ajánlanám az embereknek, hogy ezt a képességet kifejleszik saját életükben. Tehát, ha jól értem, ez egy bizonyos fajta előre gondolkodás is, hogy észre kell venni azokat a dolgokat, amikre később szívesen visszaemlékezhetünk. Igen, szóval úgy előre gondolni, na most veszem a fáradtságot és megállok. És megállok az életbe, nem csinálok semmit, csak úgy tényleg szemlélően nézem a világot, és örülök annak, hogy élek, örülök annak, hogy érzek valamit, örülök, hogy ezek a benyomások valamit megmozgatnak bennem, és tényleg az időnek kell adni egy kiterjedését, mert a pillanatok, a percek, az órák, azok mennek előre. De van egy képességünk, hogy meg tudjuk egy bizonyos ideig meg tudjuk állítani az időt, és ez gyakorolni kell. És ezt a képességet sajnos a modern világ, modern élet, ezt nagyon nehezen teszi lehetővé, de ha gyakoroljuk, akkor ellen tudunk állni ennek a gyors ritmusnak, ami körülvesz minket. Vannak olyan emberek, akik személyiségüknél fogva alkalmasak arra, hogy észrevegyék a szépet és a jót, és mondjuk is, hogy az apró dolgoknak örülnek. Igen. De hogyan tudjuk ezt a képességet fejleszteni? Vannak erre praktikák azon kívül, hogy tudatosan eldöntöm, hogy akkor mától így fogok élni? Igen, ezt tudatosan gyakorolni kell, és erre hívom fel a figyelmet. Tehát ezt megteheti például egy szülő a gyermekeivel, ezt megteheti egy tanár is, mikor belép a tanterembe, és azt mondja, na mostan nézzünk ki, és csodáljuk a felhőt, vagy a kék eget. Ezt bárki megteheti. Ezt megteheti, bár lehet, hogy nem gondol gyakran erre, megteheti egy munkavezető is, vagy egy igazgató is, hogy összehívja az embereket, és lassuljon le az életünk, és figyeljünk egymásra, valaki elmesél egy történetet, és akkor egy más dimenzió kerül az életünkbe. Tehát ez bárki megteheti, ez nem kell egy nagyon nagy felkészítés, tehát a lényeg az, hogy figyelmesen tekinteni a dolgokra, és lelassulni, fizikailag is le kell lassulni, meg kell állni, és elidőzni a dolgoknál. Nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy elidőzni valaminél.
És akkor ehhez nagy segítséget nyújthat az, hogyha például azt mondjuk, hogy a telefont is akkor arra az időre félretesszük, amíg a gyerekeinkkel vagyunk, a családtagokkal vagyunk, vagy a munkatársakkal vagyunk. Igen. Egyes munkahelyeken például már azt is megkövetelik, hogy le kell tenni a telefont a portán, vagy az öltözőszekrényben, viszont sokan ezt nem is fogadják jól. Igen, mert annyira függővé váltak, ezt a függőséget kell feloldani valamiképpen, és én még azt is javaslanám, hogy menjenek el az emberek a családjukkal, vagy a kollégájukkal egy olyan helyre, ami távol van a nyüzsgő várostól, és töltsenek el ott két napot. Hagyják otthon a telefonukat. Meglátják, hogy jobban fogják érezni magukat, örömmel fognak visszajönni, fel lesznek töltődve. Egy másik lehetőség az, és arra is van már azt hiszem lehetőség, hogy egy kolostorba elmennek, és ott laknak esetleg egy-két-három napig, telefon nélkül, esetleg egy könyv nélkül. Nem könnyű, de meg lehet ezt is csinálni. Többször is említette azt, hogy a kolostor milyen alkalmas helyszín erre. Ugye ön filozófus és teológus is, úgyhogy ilyen szemmel hogyan látja kifejezetten ezt a témát? Ugye összeáll a teológus is, kicsit más szemmel vizsgálja a problémát, igen, mint egy filozófus. Hogyan tudja ezt összeadni? Hát ezt úgy, hogy még egyszer, hogy az ember elmegy egy ilyen szent helyre, vagy ilyen helyre, ahol apácák vagy esetleg papok élnek, ott az életnek a ritmusa egész más, és ha az ember megtalálja a helyét ebbe a környezetbe, akkor el tud gondolkozni. Még egy tényező nagyon fontos, az a csend. Tehát annyi zaj vesz körül minket, hogy nem találjuk meg a csendet. És ezekben a helyekben a csend vesz körül minket, és én azt remélem, hogy ilyen alkalmakkor az ember egy bizonyos transzcendenciát, egy bizonyos misztériumot is meg tud tapasztalni. Vagy egy séta alkalmával abba a környezetbe. És akkor kinyílik előtte egy egész más világ, és azon el tud gondolkozni, és talán ezáltal másképp formálja az életét. Igen. Nagyon érdekes ez a kutatási terület, amivel foglalkozik, de említsük meg azért, hogy jó néhány évvel ezelőtt egy egészen más sportot űzött, vízilabdázott, igen, komoly szinten. Mikor és hogyan fogalmazódott meg önben a váltás gondolata? Ugye olimpiai szintű edző, igen, volt, korábban pedig játékos is. Már egész fiatal koromban láttam azt, hogy a sport az egy nagyszerű dolog, és nagy örömet találtam a sportban, hát valóban elég messzire el tudtam jutni, de amellett mindig érdekelt más tevékenység is, a zene, az irodalom és a filozófia. Tehát amikor sportoltam, akkor mindig arra fektettem a hangsúlyt, hogy ugyanakkor tanuljak is. Tehát párhuzamosan végeztem a tanulmányaimat, és komolyan sportoltam, és tudtam, hogy a sport előbb-utóbb befejeződik, és ott hagyom, annál is inkább, mert a sportban nagyon hamar el lehet sikereket érni, de ugyanakkor a sportnak vannak buktatói is, hát azt mindenki tudja, és vágytam arra, hogy egy olyan területre kerüljek, ahol ki tudjam fejezni a gondolataimat, és ott is valamiképpen taníthassak. Ami közös a sportban és a filozófiai életben az, hogy mind a két helyen tudunk fiatalokkal foglalkozni és tanítani őket. Tehát ezt a két mondjuk cselekvést, azt meg tudtam valósítani a nevelést mind a két helyen. Igen, a fiatalokkal való foglalkozást, a tanítást és az eredményeknek az elérését. Igen. Még egy érdekes gondolat, ugye azokat a személyeket, akik egy területen már bizonyítottak és áttérnek egy másik területre, ahol szintén képesek sikereket elérni, a szakirodalom kívülállóknak nevezi, és nagyon érdekes, ahogy erről véleményt alkotott, hogy sokszor egy teljesen más területre keveredve kívülállóként látnak meg olyan dolgokat, amik aztán egy közösségnek a hasznára lehetnek. Igen, ez rendkívül fontos az, hogy
mindig egy lépést tudjunk tenni, és kívülről szemlélni a dolgokat. Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy vendégeknek kell lennünk azon a helyen, ahol az a veszély fenyeget minket, hogy megszokottá válnak az események és a kapcsolatok. Tehát tudatosan föl kell vennünk azt a szerepet, na most én itt, a munkahelyemen, még a családban is, vagy akárhol, egy sportklubban én egy vendég vagyok. És ez a szerep, mint egy vendég, az arra készteti az embert, hogy másképp nézze az eseményeket, az emberi kapcsolatokat, és jobban megfigyelje azokat, és a részleteket, ahogy említettem már, jobban észrevegye. Tehát én arra biztatom önmagamat, és arra biztatom másokat is, hogy váltsanak néha szerepet, és lépjenek be a megszokott környezetükbe, mint egy vendég. És meglátják, hogy megváltozik a környezet, és megváltoznak azok a kapcsolatok, amit olyan megszokottá válnak, amelyek megszokottá válnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm szépen. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!